10 milliós megbízatás vár egy budapesti cégre. Ennyiért akarja a pécsi önkormányzat átvizsgáltatni és elkészítetni az éves költségvetés mérlegét. Ezért nem kell fővárosi céget vagy cégeket felkérni, ráadásul ennyit kifizetni érte, mondta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő a Költségvetési és Gazdasági Bizottság hétfői ülésén. De azt gondoljuk, hogy maga ez a kiadás is egy teljesen felesleges pénzszórás a város részéről, amiről most ugye ki is derült, hogy nem egy demokratikus egyeztetett döntés, hanem lényegében a polgármester a kabinet vezetőjén keresztül kiadta a Költségvetési és Gazdasági Bizottság baloldali tagjainak azt, hogy kik közül, mely cégek közül kell választani, és tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy valójában ezt a munkát, egy költségvetési mérlegnek az értékelését, azt házon belül a pénzügyi és számviteli osztályon el lehetne végezni itt a Városházán, tehát itt vannak azért kiváló pénzügyes kollégák, akik ezt meg tudnák tenni. Ennek ellenére mégsem a pénzügyi főosztály egy belső ellenőrzés, hanem mások budapesti céges szereplők lesznek azok, akik ezt a munkát elvégzik, fűzte hozzá Barkóczi Csaba. Kértük is, hogy napolják el ezt a döntést egészen augusztus 28-ig, tehát 16 nap. Ott kértünk, hogy gyűjtsünk pécsi cégeket, és adjunk lehetőséget pécsi vállalkozásoknak is, hogy jelentkezzenek erre akár maguk erre a megbízásra, de ezt sem fogadták el. Tehát itt jól látszik az, hogy tulajdonképpen az a cél és az a szándék, hogy egy adott budapesti céges körnek hát olyan megbízásokat juttassanak, amelyek, hát, hogy úgy mondjam, eléggé kételyeket ébresztők itt a pécsi adófizetők szempontjából. A fideszes önkormányzati képviselő továbbra is hangsúlyozta, pécsi vállalkozókkal, könyvelőkkel, számviteli cégekkel is át lehet vizsgáltatni az önkormányzat éves költségvetését és összehasonlítását a korábbi évekkel.